Munkahelyteremtés, a helyi kisvállalkozások megerősítése, a fiatalkori munkanélküliség csökkentése, ezek a legfőbb feladatok a következő öt évben, hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőjelöltje gyöngyösi sajtótájékoztatóján. A politikus úgy fogalmazott, megválasztása esetén a Mátra szószólója kíván lenni. Európai Parlamenti képviselőként azért kell majd dolgoznom, hogy sokkal több uniós fejlesztési forrás érkezzen ebbe a térségbe. Azokat az uniós pályázatokat kell megerősíteni, amelyek munkahelyteremtéssel járnak, és amelyek megerősítik a helyi kisvállalkozásokat. Külön kell foglalkoznunk a fiatalkori munkanélküliség kérdésével, azért mert ez ebben a térségben is nagy probléma. Én azért fogok dolgozni, hogy az itt felnőtt fiatalok a szülőföldjükön is megtalálják a boldogulásukat. Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy a kormány által elfogadott földtörvénynek köszönhető, hogy a magyar földek nem kerültek külföldi spekulánsok kezébe. Hozzátette, hogy a jövőben azon kell dolgozni, hogy a magyar gazdák nyugat-európai társaikhoz hasonló támogatásban részesüljenek. A sajtótájékoztatón részt vett Horváth László országgyűlési képviselő is, aki kiemelte, most először van lehetőségünk arra, hogy gyöngyösi származású politikust küldhessünk az Európai Parlamentbe. Mindenkori gyöngyösi városvezetésnek az egy rendkívüli helyzeti előnyt jelenthet a munkájában, hogyha az Európa Parlamentben van egy olyan képviselő, aki ezért a városért és ezért a szűkebb régióért személyesen is elkötelezett. Hazánkban május 25-én választhatjuk meg az Európai Parlament magyar képviselőit.